A szántóföldi növénytermesztés nagyjából felét a búza és a kukorica adja hazánkban. Az elmúlt években 1-2%-kal csökkent a gabona termőterülete. Elsősorban a búza, az árpa és a tritikálé, valamint arányaiban nőtt az olajos magvak termőterülete. Ez főleg a jövedelmezőségi viszonyok miatt változott. Egy hektáron kukoricából ugyanis nagyobb a termés. Búzát és kukoricát is jelenleg 1-1 millió hektáron termelnek Magyarországon. Nagyon jó a helyzet alapanyag oldalról, megfelelő mennyiségű gabona termett idén is, és hogyha globálisan nézzük, akkor a gabona piac egy kicsit deficites, tehát egy picit többet fogyasztott a világ gabonából, mint amennyit megtermelt, de az elsősorban a kukoricának köszönhető, valójában búzában, árpában több termet, mint amennyit elfogyasztottunk. Az átmenő készletek jók, ezért az árak tulajdonképpen teljesen normálisak, a búzának és az árpának egy ilyen 6-7-8%-ot esett az ára a tavalyhoz képest, a kukoricája egy picit többet. A Magyar Pékszövetség 2019. évi közgyűlésének Nyíregyháza biztosított helyszínt hétvégén, ahol számtalan sütőipari újdonságot is bemutattak a résztvevők. A találkozó a szakma fejlesztéséről és fejlődési lehetőségeiről szólt. Ebben az évben még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy milyen technológiai fejlesztéseket lehet bevezetni, közölte a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe József hozzátette, azért is fontos ez a téma, mert az ágazatban súlyos szakemberhiány tapasztalható. Leginkább az a probléma a sütőiparban, hogy éjszaka is kell dolgozni, hétvégén, ünnepnapokon is kell dolgozni. Most olyan műszaki technológiai újítások vannak, amik lehetővé teszik azt, hogy nappalos műszakba legyártják a terméket, aztán majd éjszakás műszakba kisütik, és lehetővé teszik lassan azt a lehetőséget is, hogy hétvégén ne kelljen dolgozni, tehát hét közben például pénteken legyártják a termékeket, ez hűtőbe kerül, és akár szombat, akár vasárnap, vagy akár a következő hét elején is ezek kiváló minőségben kisütésre kerülhetnek. Hát nagy probléma a dolgozók részéről, ugye nem szeret már ma senki ünnepnapokon dolgozni, hétvégén dolgozni, hát igyekszünk ezeket a fejlesztéseket ennek érdekében kidolgozni. Jelenleg körülbelül 6000 fű hiányzik az ágazatból, ebből 3000 pékszakmunkás és 3000 kisegítő munkatárs. Ezt a helyzetet a szakképzés fejlesztésével és modernizálásával is próbálják javítani. A sütőipar másik fontos kihívása, hogy megfeleljen a vásárlók elvárásainak. Az ágazat szakemberei úgy látják, az elmúlt években egyre inkább a teljes kiörlésű, szénhidrát csökkentett és a gluténmentes termékeket keresik a fogyasztók, ezért a rozsos, magvas termékek gyártása kerül a középpontba.